Az éves infláció meghaladhatja a 17,5%-ot Nagy Márton gazdasági fejlesztési miniszter szerint. Éppen ezért novemberben nyugdíjkorrekciót kaphatnak az idősek, ami egy átlag nyugdíjasnak 51 ezer forintot jelenthet. Hogy ez mire elég, azt Korózs Lajostól kérdezzük. Az MSZP alelnökét, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! 17,5%, ugye így jön ki ez a 2,5%, mit szól ezekhez a számokhoz? Sokan várták egyébként ezt, hogy végre kiderüljön, hogy mennyi korrekció lehet. Most itt elhangzott egy szám a Tranziton Nagy Mártontól. Hát örülök neki, mert én hónapok óta mondom, és nagyjából ezeket a számokat mondtam már június-júliusban is. Minden mértékadó elemző egyébként 17% fölé tette az éves inflációs rátát, még akkor is, hogyha az év hátra lévő részében az emelkedés egy csökkenő tendenciát mutat. Nos, a nyugdíjasok nagy többsége 9-10 hónapon keresztül hitelezett a kormánynak, és vajmi kevés segítséget ad annak az embernek, aki tényleg egyik hónapról a másikra él. Mikor kellett volna ez ön szerint? Szerintem július 1-én kellett volna egy 5%-ot kiigazítani. Július 1-én, visszamenőlegesen januárra. Akkor azt gondolom, hogy igazságosabb lett volna a kormányzati intézkedés, miközben ők pontosan látták, hogy ez 17 alá nem fog menni. Következésképpen, ami maradt az év hátra lévő részében, ugyanis a törvény ugye úgy szól, hogy az első 8 hónap statisztikai adatainak figyelembevételével és a hátra lévő idő trendjeit elemezve kell megállapítani majd októberben gyakorlatilag azt, hogy mi kerül kifizetésre novemberbe. És még akkor novemberben lett volna valamilyen kiigazításnak helye, akkor is, hogyha júliusban adnak egy 5%-os emelést. No, bérek, mert hogy azt is mondja, hogy a KSH kereseti foglalkoztatás és munkanélküliségi adatai arról tanúskodnak, hogy a magyarok sokat dolgoznak, de nagyon keveset keresnek és nagyon rosszul élnek. Milyen adatokból látja ezt pontosan? Hát egyrészt, ahogy említettem, a kereseti adatoknál egyértelmű, hogy a bruttó keresetek ugye ilyen közel olyan 17%-kal emelkednek, de hát azért ne felejtsük el, hogy ugye a magyar ember többsége, aki nem tőke jövedelemből él, vagy nem a NER-hez van bekötve, az adózott jövedelméből él, tehát ebből a bruttóból, kapásból egy 200 ezer forintot adó és járulék formájában befizet a magyar munkavállaló. Jó, de az mindig így volt. Ezt nem vitatom, csak ugye ennek az igazságtartalmát is azért érdemes nézni, hogy amikor Magyarországon a tőke kevesebbet adózik, mint a munkavállaló, azért az elég pikáns. Amikor a munkáltatók nem fizetnek annyi adót, mint egy munkavállaló, az is elég pikáns. Tehát itt azért borzasztóan a munkások van ráterhelve gyakorlatilag, nem mondom, hogy minden, de jelentős részben, tehát többet vállal egy munkavállaló. Azért mondtam azt, hogy nagyon sokat dolgozik. Európai Statisztikai Hivatal a közelmúltban jelentette meg az összehasonlító elemzését. Csak a bolgárok keresnek kevesebbet a magyaroknál, ami felháborító. Nagyon rosszul élnek a magyarok. A szegénységi mutatókban szintén az Eurostat néhány héttel ezelőtt publikálta a legfrissebb elemzését, ebből egyértelműen kiderült, nagyon rosszul élnek a magyarok, nagyon egészségtelenül élnek a magyarok, nagyon keveset pihennek a magyarok, és sajnos nagyon korán meg is halnak a magyarok. Ha már az adórendszert említettem, hogy azt mondja, hogy nagyon sokat adóznak a magyarok, milyen adórendszerben gondolkozna az MSZP? Hát én azt gondolom, hogy... volt több kulcsos, így van. Kettő, de hát azt nagyon sokat kritizálta a Fidesz, mert nagyon magasok voltak ezek az adók. Hát mert a milliárdos fideszeseknek ez ugye nem olyan jó. Hát értem én ezt, de hát a progresszív adózás az mindig igazságosabb, mint az egy kulcsos adó. Amelyik országban, Európában bevezették évekkel ezelőtt, lásd a szomszédaink közül például a szlovákok, visszatértek a több kulcsos adóhoz. Egyébként, hogy mondjam, burkoltam még, el is ismerik, hogy bizonyos társadalmi csoportok agyon vannak adóztatva, hát az adókedvezményt a választások előtt Orbán nem véletlenül találta ki például a 25 év alattiaknak. Csak hát az ugye nagyon kevés embert érint a közel 4,6-4,7 millió munkavállalóhoz képest. Ráadásul ott a legmagasabb a munkanélküliség is, a pályakezdő munkanélküliség a legmagasabb az összes kohorszot vizsgálva. Innentől kezdve én azt gondolom, hogy egy progresszív adózás az
sokkal, de sokkal igazságosabb lenne, illetve vegyük csak górcső alá a társasági adót. Hát micsoda világ az, hogy 9%-kal adózik a nagy tőke Magyarországon, miközben az SZIA is 15%-át. Mennyivel kellene az MSZP szerint? Hát én azt gondolom, hogy több kulcsot kell beállítani, nem azt mondom, hogy most konkrét számokat vagy százalékokat mondok, de egy biztos, hogy lehet olyan progresszivitást beindítani, vagy beállítani Magyarországon, amelyik nem terheli ilyen mértékben az alacsony jövedelemmel rendelkezőt, példának okáért minden további nélkül lehetne adómentes például a minimálbér, és onnan fölfelé pedig egyeztetés kérdése, hogy hova és milyen kulcsot lehet beállítani. Ez borzasztóan igazságtalan, ez vezet oda, hogy nagyon rossz az egészsége a magyaroknak, hogy keveset pihennek a magyarok, és nagyon korán meghalnak a magyarok. Köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm.